Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás május 26-áig, hétfő. A hétfői napon a hold uralkodik, ami itt látható. Megnézzük, hogy mit mutat a kártya, mi vár ránk a hétfői napon, mire kellene odafigyelni. Itt látható a gyermek, jelentheti természetesen a gyermekeket is, vagy egy fiatalos kisugárzást, vagy jelenthet egy új irányt, változásokat, újdonságokat. A gyermek jelentheti az ártatlanságát, vagy a te ártatlanságodat is. De azt is, hogy ne légy olyan naív, mint egy gyermek, hanem hoz okos döntéseket, vagy figyelj oda arra, hogy ki milyen szándékokkal közeledik hozzád. A keddi napon Mars bolygó uralkodik, ami itt látható. Itt van egy lovas férfi, valaki közeledik hozzád. Úgy látható, hogy itt egy férfiről van szó. Persze, ennek a kártyának van szimbolikus jelentése is, mégpedig mindazt jelenti, ami mozog. Ez lehet egy sport, tevékenység, ez lehet egy autó vétele vagy eladása, ez lehet egy kirándulás, vagy utalhat változásokra. De elsősorban azt jelenti, hogy valaki közeledik hozzád. A szerdai napon Merkur bolygó uralkodik. Itt a gólya jelenti a változásokat. Vagy munkahelyi változás, vagy költözködés, vagy valami változik a párkapcsolatban. A gólya és a gyermek az lehet egy kisbabának a születése is. Lehet, hogy nem nálad, hanem valakinél a családban, a környezetedben. A csütörtöki napon Jupiter bolygó uralkodik, itt van a szimbóluma, ezen a napon teli hold van, ami megvilágít valamit. Itt témákról van szó, mint belső egyensúly, vagy béke, harmónia, igazság, vagy párkapcsolat. Itt a horgony jelentheti a biztonság érzetét, ahol le tudsz horgonyozni. A horgony szimbolizálja a munkát, a hivatást is, és ez a teli hold megvilágítja a munkahelyi dolgokat, tisztán látod ezt, vagy lehet egy változás, és lehet egy ajánlat, ami láthatóvá lesz most számodra. A pénteki napon Vénusz bolygó uralkodik. Ezen a napon van egy Vénusz-Jupiter konjunkción, ami azt jelenti, hogy együtt hatnak, és szerencsét hoz számunkra, hölgyekre, vagy szerencse lesz a szerelmi élet területén. Itt van a kulcs, légy maga biztos, hogy ez tényleg így lesz, vagy ezzel a kulccsal le tudsz zárni valamit, egy időben kinyílik egy új ajtó, ezek a lehetőségek különösen, ami a párkapcsolatot illeti. Szombaton Szaturnusz bolygó uralkodik. Ezen a napon a hold a kígyó tartó csillagképpen mozog. Érdekes az, hogy ez a kígyó tartó csillagkép, ami utal gyógyító erőre, ez a kígyó tartó csillagkép az ekliptikán van,
mint a más jegyek, ami általunk ismert, a kos jegye, a bika jegye, az ikrek jegye, a rák jegye, és így tovább. Ide tartozik a kígyótartó csillagkép is, mégpedig a skorpión és a nyilas között van, de érdekes módon nem tartozik az ismert csillagképek közé. Hogy miért van így, erre még nem találtam választ. Ez lenne a 13. jegy. És mivel itt a kígyótartó csillagképpen mozog a hold, ennek van gyógyító hatása, vagy utal egészségügyi területre, például ha ezen a területen dolgozol, akkor itt lehetnek most változások. Itt a könyv jelenti a tudásodat, vagy egy továbbképzést. Lehet, hogy ez a terület érdekel, egészségügyi témák, vagy lesz nálad egy továbbképzés. Ami a könyvet illeti, az lehet, hogy arra utal, hogy valaki zárkózott, vagy eltitkol előled valamit. Középen a nap szimbóluma van, és a nap uralkodik vasárnap felett. Itt látható a medve, az jelenti, hogy megvan nálad most az élet erő, és be tudod bizonyítani magadat. Az is lehet, hogy találkozol egy személlyel, akinek szava van, aki döntéseket tud hozni, az lehet, hogy segít neked, de az is lehet, hogy uralkodni akar feletted. És ez volt a heti jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Persze leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy keresd meg a Facebook oldalon, Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép hetet, nagyon sok szeretettel, Denderrel!